Békeműveleti lőgyakorlaton vettek részt a Magyar Honvédség sportszázadának katonasportolói Szentendrén, az Altiszti Akadémia lőterén. A kiképzés célja a katonasportolók lőkészségének fejlesztése volt. Gondolom, hogy a katonának alapvető feladata, hogy megfelelő lőkészséggel rendelkezzen, ők is katonák, így elengedhetetlen, hogy végrehajtsák a kötelező lőgyakorlatokat, és a tudásuk legjavát adják itt, és akár csak a sportban. Nagyon fontos, hogy fejlesszük a lőkészségüket, hiszen ők is rendszeresen vesznek részt szolgálati feladatokban. A lőkiképzésen, amelyen több mint 30-an vettek részt, a katonasportolók CZ Bren 2-es gépkarabéllyal és CZ P9-es pisztollyal lőttek. Faldung Gábor szakaszvezető pár nappal ezelőtt Dél-Koreában szerzett ezüstérmet a triatlonosok világkupa sorozatában. Mint mondta, a lőgyakorlat segítséget nyújt abban, hogy rutinosabban kezeljék a fegyvereket. Tavaly megcsináltam az alapkiképzést, de én úgy gondolom, hogy azért a fegyverhasználatot nem lehet elég ideig gyakorolni, vagy elégszer gyakorolni, de egy katonának szerintem ez alap dolognak kell lenni. A fegyverhasználatot az alapkiképzésen azért egész jól elsajátítottuk, mind a célzás, mind az, hogy rutinosabban kezeljük a fegyvereket, ez nagy segítség. Lévai Tamás szakaszvezető szeptember közepén bronzérmet szerzett a belgrádi birkózó világbajnokságon. Elárulta, véleménye szerint a lőgyakorlat jobban összekovácsolja a katonasportolókat. Új tapasztalatokat tudok ezzel szerezni, jobban megismerem azt a közösséget és azt a csapatot, amivel mi itt dolgozunk és együtt vagyunk, hiszen a sportszázad alakulatában több sport is szerepel, és úgy gondolom, hogy egy ilyen lőgyakorlat jobban össze tudja hozni ezeket a sportokat, és úgy érzem, hogy ezek után még jobban tudjuk támogatni egymást, hiszen erre szükség van mind az életben, mind a sportban, mind a katonavédben.